Kiutalási ellenőrzések esetében januártól azoknak az adózóknak, akik rendelkeznek elektronikus aláírással, lehetőségük van az elektronikus ügyintézésre is. A rendszer bevezetésével az ellenőrzésre kiválasztott adózónak nem kell az iratanyaggal felkeresnie az adóhivatalt, a szükséges dokumentumokat, analitikákat, számlákat online is elküldheti. Az eljárás célja, hogy mindenki otthonról kényelmesen intézhesse adóügyeit. Ilyen ellenőrzéseket a Nemzeti Adó és Vámhivatal egyébként országosan már végzett. Ezek az ellenőrzések kevesebb, mint 3 nap alatt lezárulnak. Ugye ezzel a lehetőséggel is könnyítjük az adózóknak azt a fajta ellenőrzési metodikáját, amely ugye megkönnyíti a személyes jelenlétet. De természetesen nem kell a postai költséget vagy a fénymásolási költséget felvállalniuk ezek után. Ezt a célt szolgálja az ügyfélkapu rendszere is. Idén több mint 4 millió magánszemély helyett a NAV tölti ki a személyi jövedelemadó bevallást. Fontos tudni, hogy a tervezetben az önálló tevékenységekből, lakásértékesítésből vagy ingatlanbérbeadásából származó bevételek nem szerepelnek. Ezeket az adózónak kell feltüntetnie. Hasonló módon kell figyelni a családi kedvezmény megosztott érvényesítésére vonatkozó adatokra, valamint a krónikus betegség vagy a súlyos fogyatékosság után járó adókedvezményekre is. Az ügyfélkapun keresztül ezek az adatok könnyen pótolhatóak. Nagyon sok esetben a tavalyi évben is tapasztaltuk azt, hogy ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek is szeretnék ezt a bevallási tervezetet megkapni, kitölteni, illetve visszaküldeni a részünkre. Ilyen esetekben, hogyha valaki nem rendelkezik ügyfélkapuval, akkor személyesen Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatán megjelenve megkapja kinyomtatva ezt a bevallás tervezetet. A kollégáink segítenek az esetleges további kitöltésekben, illetve postai úton SMS-ben is kérheti ennek a megküldését. Mindezt március 19-ig tehetik meg. Az ügyfélkapuval rendelkező természetes személyek az adóbevallási tervezetet március 15-től megtekinthetik a Nemzeti Adó és Vámhivatal oldalán. Tavaly a 220 ezer személyi jövedelemadó bevallóból több mint 60 ezeren kérték a bevallási tervezetet ügyfélkapun keresztül. A szakemberek szerint ez a szám idén még magasabb lesz. A személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje 2018. május 22.